Kérdésül végre egy kis sport Márti kedvéért, méghozzá autósport. Száguldozunk egy kicsit Turán Friciékkel, ugye ő már volt itt néhány héttel ezelőtt. Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! A Turán Bagaméri páros, most végre itt van a navigátor is. Ugye legutóbb csak egy mondatot a fiatalokról, ugye amiatt a kapcsán is voltál itt, hogy mindkettőtök gyermeke, premierjén vett részt ugye a Rally Cross bajnokságban. Hogy álltok, hogy állnak ők, folytatják-e, vagy elment a kedvük egy életre? Milyen a fiataloknak a hozzáállás? Hát elment a kedvük az életre, egy életre ettől a sporttól, sőt én azt gondolom, hogy nagyon jó motivációs eszköz nekik, nagyon szeretik. Én azt veszem észre a Bálinton is, meg a Lottin is, hogy mind a ketten nagyon tudatosan kezdenek, tehát tudatosabban készülnek most már a versenyekre. Ez jó látni. Nyilván mind a ketten az abszolút kezdők között mennek, 16 versenyző van, tehát 14 versenyző van most. Hány évesek a gyerekek? 17 a Bálint. És 15 a Lotti. És igen, ezt beszéltük, hogy a közúton nem vezethetnek még, mert nincsen jogosítványunk, de versenyezni. A kitombolják magukat, mire jogosítványunk lesz, és reméljük ott nem okoznak majd baleset. Igen, ez abszolút az első 10-ben vannak most mind a ketten, úgyhogy szerintem ez teljesen. Gratulálunk. Beleteket viszont ért egy-két baleset idén már, egy eléggé pekes szérián vagytok túl, a legutóbbi verseny viszont végre sikerült javítani, erről meséltek egy kicsit. Így van. Múlt hétvégén volt a Veszprém Rally, a Magyar Rally Bajnokságnak az 5. futama, ahol sikerült az abszolút második helyet megszereznünk. Tényleg egy elég küzdelmes versenyszezonon, vagy versenyszezonban vagyunk most jelenleg, és végre azt gondolom, hogy úgy minden összeállt a hétvégével kapcsolatban, úgyhogy elég jó eredményt sikerült elérnünk. Láthatjuk a remek képeket, ugye ez a Veszprém közeli lőtér, ahol egy közkedvelt murvás szakasz van, elég látványos. Én ugye megszólalok, mint az aggódó édesanya, és aki azonnal néz ezeket a képeket, és összerakja esetleg korábbi balesetekkel. Mennyire javult a biztonság ezeken a versenyeken, azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy elmerjünk-e menni, oda lehet-e menni, mire kell figyelni? Én azt gondolom, hogy igen, hogyha betartják a nézők azokat a szabályokat, amiket a rendező kér, a kijelölt nézői pontokra állnak, ugye nem állnak a kanyaroknak a külső ívére, azért elég jól meghatározhatóan ki vannak jelölve azok a részek, amit biztonságosan lehet nézni. Nyilván az emberi felelőtlenség az játszhat szerepet, de azt gondolom, hogyha valaki tényleg ésszel és tényleg a sport szeretetér van ott, akkor szerintem nagyon, nagyon jó helyekre lehet látni, és a képekből is látszik, hogy ezek voltak a körülmények, sár volt, lazatalaj volt, úgyhogy nagyon, nagyon látványos. Ez fekszik nektek egyébként, mit szerettek jobban a murvát, tehát a lazatalajt, vagy inkább a korábbi gyorsasági sport múltadból adódóan az aszfaltot? Nagyon érdekes, én azt gondolom, hogy nekünk nagyon fekszik a murvás talaj, szerintem a Volkswagennek is köszönhető, egy nagyon-nagyon jó autóval tudunk idén is, illetve a tavaly évben versenyezni. Vezettük a versenyt egyébként 3 gyorságig, utána volt egy pici műszaki gondunk, egy féltengelytörésünk volt, és itt éppen emiatt volt ez a forgásunk. De azt gondolom, hogy a Korda Racing nagyon-nagyon jó munkát végzett, gyorsan összerakták az autót, és másnap fel tudtunk zárkózni a második helyen. Mennyire motivál benneteket, az mennyire tesz jót a magyar mezőnek, hogy egy-egy külföldi világnagyság is tiszteletét teszi most már a bajnoki futamokon? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen emeli a színvonalat. Több külföldi versenyző is meg szokott jelenni a magyar bajnokságban, és igazából ez elég komoly motivációt ad nekünk, és próbáljuk velük felvenni a versenyt, és azt kell, hogy mondjam, hogy többször sikerül is őket legyőzni a magyar pályákon, úgyhogy nekünk ez mindenféleképpen pozitív. Egy kérdés még, bocsáss meg, a navigátor, jöhetnek az anyai aggódó kérdések. Én nézem ámulva a képeket. Ugye, hogy egy dolog, hogy jó kell vezetni Frici kezében, biztos kezekben van a kormány, de azért a navigátor szerepe sem elhanyagolható. Még akár az ilyen pályákon sem, tehát fontos szerepet van, amit már is... Na tessék! Mert ugye általában egy családban is a nő a navigátor, ugye? Mindig igen, de hát ugye azt mondtad, hogy ez jól fekszik nekünk ez a pálya, igen. Hogy egy navigátornak is jól tud feküdni a pálya. Tehát az, hogy a Fricinek jól fekszik, azt értem. De hogy navigátorként is számít, hogy milyen pályán vagytok? Igen, mindenféleképpen számít, de azért van különbség a murvás versenyek és az aszfalt versenyek között. A murvás versenyek
nekem, mint navigátornak sokkal nagyobb nehézséget okoznak, sokkal jobban mozog az autó közben. Többet vagyok a levegőben, mint a földön van, gyakorlatilag. És mint ahogy én nem nézem az utat, tehát én csak a papíromat nézem szinte, és, nagyon, és mint láttátok is a felvételeken, óriásikat ugratunk, megyünk keresztbe, hosszába, tehát nekem nagyon-nagyon ki kell, hogy az érzékeim nyíljanak, hogy pontosan hol is járunk a pályán, hogy azokat a kanyarokat olyan ütembe tudjam visszaadni a Ficinek, hogy ő azért mégis úgy képbe legyen is. És közben mosom az ablakot, itt, hogy láttátok. Igen, mert nem látni ki. Igen, ilyen szokott mondani a Fici, hogy igen, most mossak, mert egyszer nem tudja elengedni a kormányt. Igen, és most látszik folyamatosan. Tehát ez nem úgy kell elkezdeni, hogy kinyúl. Nyilván jó, hát azért annyira nem szülke a nő. Van már egy gomb, és akkor én mosom neki az ablakot. De nagyon, én imádom. Tehát a murvás versenyek nekem egy nagy szerelem. Na szóval a pekes szériának akkor vége, reméljük, ugye a meccseki kicsúszás után most már úgy néz ki, minden összeállt. Mi van még hátra idén, mire készültek? Két verseny lesz, az egyik a Vértes Rally, a másik pedig a Nyíregyháza, ami az Európa bajnoki futam is lesz, az lesz a záró futam a magyar bajnokságnak. Jelenleg azt hiszem 5. helyen állunk, ami 2-0-ás versenyen nem olyan rossz, sajnos a 2-0-ás versenyért kár volt. Úgyhogy én azt remélem, hogyha ezt a tempót tudjuk tartani, hiszen a tempunk egész évben jó volt, akkor remélem, hogy így a dobóra fel fogunk tudni zárkózni. És kíváncsi várjuk a folytatást, és ráadásul hazai pályán lesznek olyan szempontból, ugye Nyíregyházán van az, hogy a Rabócsiringen is van egy kör, ugye a rallycross pályán, tehát ott majd a gyerekek is megmutatják, ti is. Igen, majd gyerekektől majd kérdezünk, hogy igen, de így van, lesz ez tanács, családi tanács. Igen. Hát srácok, gratulálunk az eddigekhez, és sok sikert a folytatáshoz. Köszönöm szépen. Nektek is, meg a nézőknek is, mert lassan elértünk a nap, meg a hétvégéhez is. Én azt mondom, hogy menjenek koncertre, hallgassanak zenét, nézzenek filmelőzetest, vezessenek, de óvatosan, tehát ne így, mint itt a fiúk, tehát úgyhogy legyenek ennél sokkal. És irány a Balaton, de óvatosan az M7-esen. Óvatosan, úgyhogy legyen nagyon szép hétvégéjük, legyen szép a mai napjuk is. Velem találkoznak Tamással ma a híradóban. Még híradóban találkozunk este is. Úgyhogy itt vagyunk, és leginkább hétfőn pedig Emilia és Robi várja majd önöket. Minden jót, viszont. Köszönjük a hetet, viszlát.